A dán fővárosban hatodik napja gyújtogatnak a fiatalokból álló bandák, de a rendőrség nem ismeri indítékukat. A hatóságok az unalomra gyanakodnak, a téli szünetre és a szokatlanul enyhe időre. Szociális munkások a vandalizmust összefüggésbe hozták a dán Mohamed karikatúrák újra közlésével is, de hivatalos bizonyíték erre nincs. Ismét lángol éjszakánként a dán főváros. Tizenévesekből álló bandák válogatás nélkül gyújtanak fel iskolákat, autókat, kirakatokat vagy kukákat. A rendőrség 6 napja üldözi őket. Lassan 1 tucat vandált vettek őrizetbe, de indítékuk egyelőre nem ismert. Hasonló jelenetek tavaly is voltak már Koppenhágában. Akkor szabadelvű csoportok tiltakoztak hasonló eszközökkel egy kulturális központ bezárása ellen. Most a pusztítás céltalannak tűnik, a dán rendőrök is csak találgatnak. A téli szünetre és a szokatlanul enyhe időre fogják a pusztítást. Szociális munkások nem zárják ki, hogy a gyújtogatásnak köze van a 2 évvel ezelőtti Mohamed karikatúrák újbóli megjelenéséhez a sajtóban. A rendőrség őrizetbe vett egy marokkói és 2 tunéziai férfit, akik állítólag a rajzok egyik készítőjének a meggyilkolását tervezték. A hivatalos vizsgálatok egyelőre nem erősítették meg a karikatúrák és a gyújtogatások közötti összefüggést.